Bince édesanyja ezzel tudott a legtöbbet tenni a baba érdekében, hogy ő betette a babamentő inkubátorba, ha már ő maga valami oknál fogva nem tudta a nevelését választani. Ő az a kisfiú, akiről ugyan lemondott az édesanyja, de azzal, hogy a babamentő inkubátorba tette. Gondoskodott róla, hiszen biztonságba helyezte őt. A kórház munkatársai a csecsemőnek a Szentgyörgyi Vince nevet adták. Most a hétvégén vasárnap hajnalba került az inkubátorba, ahol is az inkubátor csengett, és ez jelzést ad a koraszülött osztályon, és akkor a koraszülött osztályról a nővérek kimennek a babáért, és behozzák ide a koraszülött osztályra. Ez a kisbaba el volt látva, be volt takargatva, rendben volt, jó állapotú kisbabát hoztak be a nővérkék. Mint azt az osztályvezető főorvos hozzátette, a baba jól van, és születése óta tanulja, hogyan kell lenni. A kisfiú 2440 grammal született, és nem sokkal marad el most sem ettől a súlytól, hiszen a 38. héten született csecsemő súlya most már több mint 2300 gramm. Jó általános állapotban van, etetgetjük, és nyilván a protokollnak megfelelően, tekintettel arra, hogy a szülés körülményeiről nem tudunk semmit, ő antibiotikus kezelést kap, addig, amíg nem tudjuk igazolni, vagy kizárni azt, hogy fertőzéses állapot fennáll-e, vagy sem. Itt kell, itt lehet lenyitni, és hogyha itt már mozgásérzékelő van benne, tehát ez már jelzi, hogyha kinyitották az ajtaját, be tudja tenni a gyereket, vissza tudja csukni, hogyha még úgy érzi, akkor még van egy csengő is, amivel tud jelezni, hogy bent hagyta a babát. Pont azért találtuk ki, hogy a portás szóljon, és a portás szóljon fel a koraszülött intenzív részre, hogy legyen ideje annak, aki behelyezte a babát elmenni. Anda völgyiné Tóth Márta főnővér a székesfehérvári babamentő inkubátor működését mutatja. Vince a hetedik olyan kisbaba volt, akit ebbe a kórházbejárata melletti inkubátorba tett a szülőanyja. 2005 óta, amióta az inkubátoros szükségmegoldás választása már nem büntetendő, az odahelyezett gyerekek örökbeadása is könnyebbé vált, mivel már nem kell kivárni ezzel a büntetőeljárás befejeződését. Az inkubátorba tett csecsemőket, mint az újszülötteket általában, szinte minden esetben sikerül nagyon rövid időn belül örökbeadni. A szülő anyának ugyanúgy, mint azoknak, akik a kórházi szülést követően mondanak le babájukról, 6 hetük van arra, hogy meggondolják magukat.